Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő mai magazinunkban. Vendégünk lesz Ladányi Kovács Zoltán, a Hírös Hét Fesztivál igazgatója. A beszélgetést követően pedig bemutatjuk, milyen nehézségekkel kell idén szembenézniük a cseresznye termesztőknek. Kezdünk is! Egy héten át élvezhetjük majd augusztusban a Hírös Hét Fesztivál programjait, azonban teljesen másmilyen lesz, mint az eddigiek. A főtér óriás terasszá alakul, amit zeneszó tesz majd hangulatossá. Arról, hogy pontosan milyen módon és milyen fellépőkkel várják majd az augusztus 16-tól 23-áig tartó fesztivál látogatóit, mai vendégünkkel, a Hírös Hét Fesztivál igazgatójával, Ladányi Kovács Zoltánnal beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Régóta vártuk már a hírt, hogy lesz-e Hírös Hét Fesztivál. Mit lehet elmondani, miben lesz más ez a rendezvény? Vannak-e szabályok például, hogy hogyan lehet megrendezni? Nagyon nagy örömmel jöttem ide, mert tényleg jó hír az, hogy néhány héttel ezelőtt dőlt el tulajdonképpen, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot a koronavírussal, és lehet most már lazítani az egymás mellett élés szabályain, amik eddig rendkívül szigorúak voltak. És hát ez nagyon bebizonyította, ez az elmúlt 3 hónap, hogy az emberek bizony társas lények. És ez a virtuális kapcsolat nem elégíti ki az emberi kapcsolatainkat. És szétválasztott minket a vírus, és ez egy társadalmi igény, hogy újra összejöjjünk Kecskemét főterén, és rég nem látott ismerőseinkkel, távolabbi kapcsolatainkkal, akár előzetes egyeztetés, megbeszélés nélkül itt összefussunk a főtéren. Ezért polgármester asszonnyal való hosszas egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy szükség van arra, hogy Kecskeméten a hosszú hétvégén, államalapításunk ünnepén ne üres legyen a főtér. És augusztus 15-e után feloldják az elővigyázatossági szabályozásokat is. Ez mit jelent majd? Attól függetlenül, hogy feloldják, azért még elővigyázatosnak kell lennünk. Tehát a vírus itt van közöttünk, sokan még elkaphatjuk, sokan még nem kaptuk el, tehát azért mi is próbálunk úgy berendezkedni, hogy minél nagyobb teret hagyjunk a közönségnek, az emberek közötti teret, azt próbáljuk betartani. Tehát a sörszetteket is úgy fogjuk széthelyezni, szétteríteni a főtéren, hogy mindenhova jusson, 2 méterenként legyen egy. Nem tervezünk nagy színpadot, nem tervezünk nagy színpadi produkciót, hogy ne alakuljanak ki a színpad előtti több ezer fős tömörülések, mint például tavaly, ahol teljesen betöltötték az emberek a főteret. Tehát mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy egy egész új szellemű Hírös Hét legyen, egy óriási terasszá fogjuk alakítani a főteret. Egy élő, pezsgő főteret szeretnénk itt a hosszú hétvégére Kecskeméten. Milyen lesz az idei program? Mit tudunk már a fellépőkről? Zajlanak az egyeztetések, tehát a nagyszínpadi produkciónkat lemondtuk, és inkább a kecskemétieknek szeretnénk teret biztosítani. Azért ez a fél év mindannyiunkat megviselt, rendezvényszervezőket, zenészeket, hangfénytechnikusokat, tehát mi még most sem dolgozhatunk igazából, úgyhogy augusztus 15-től végre mindenki lélegzetest kaphat. És a művészeknek, a zenészeknek tulajdonképpen a motiváció azért csak a közönség és a színpadi szereplés. Tehát nekünk biztosítani kell ezt a lehetőséget, és azt a kis forrást, amit most ennyi alatt össze tudunk hozzá szedni, azt mindenféleképpen szeretnénk a kecskemétiek részére biztosítani. Tárgyaltunk már Csík János és a Mezzo zenekarral, akik ugye kis színpadi produkciót fognak hozni, de beszélgettünk már Ricci és Tamással, a Bohemian Ragtime Band-del, akik idén 35 éves alapításuk ünnepét ünneplik, és nagy műpás produkcióra is készülnek, de szeretnének valamit, ebből egy kis ízelítőt már Kecskeméten bemutatni, még ha csak kis színpadi lehetőségeink is vannak. De a Nova Prospect új érdekes produkcióval készül, aki Kecskemét egyik legmodernebb és legújabb zenekar, akik most is már az A38-as hajón többször fellépnek, úgy tudom, júliusban is. Ők is egy élő akusztikus műsorral fognak szerepelni. De beszéltünk már DJ-kkel, és szeretnénk, hogyha ők is különleges programokkal készülnének. Kecskemét azért a zenevárosa és Kodály városa, Kodály intézettel, Kodály Zoltán általános iskola és szakgimnáziummal. Tehát szeretnénk, hogy ha az élő zene mindenhol szerepelne a produkciókban. És beszéltünk már például Ordimennel, vagy Vasovszkival, akik pedig valamilyen élő
zenét is fognak varázsolni, miközben keverik a DJ zenéket, tehát például Ordiman szaxofonossal készül, úgy tudom, de szeretnénk, hogyha minden ilyen DJ valamilyen hegedűssel, csellistával vagy valakivel összeszövetkezne és felkészülnek valamilyen produkcióra. Milyen kiállítók, szolgáltatók lesznek majd? Szeretnénk minél több kiállítót. A kecskeméti kiállítók részére, akik kecskeméti bejelentett székhelyen rendelkeznek, kedvezményes kiállító területet biztosítunk, de egyébként is jelentősen csökkentettük az árakat, hiszen a kiállítók is itt fél éven keresztül nem jutottak fesztiválhoz, nem jutottak munkalehetőséghez, bevételhez. Tehát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha ez a kecskemétiek nagy összefogása lenne, ezért is kérjük a kecskeméti cégeket is, hogy amennyire lehetőségeik vannak, azért a társadalmi felelősségvállás jegyében fogjunk össze, és még ezután fogjuk megkeresni a kecskeméti cégeket is, hogy ők is kiállíthassanak itt a főtéren, ahogy tavaly már megszokhattuk, hogy kiállítottak. De lesz esélyteremtési programunk is, hiszen a kecskeméti család esélyteremtő és önkéntes ház is készül programmal is, és kiállítással is, babamama sátorral is, és ők elhozzák nekünk a látássérült Súlyok Pétert, aki stand-up comedy előadást fog itt a főtéren tartani. Mi lesz a fesztivál fő célja, filozófiája? Ahogy említettem, az összetartozás. És az összetartozás az nem csak a kecskemétiekre vonatkozik. 2020 az első világháborút lezáró békediktátumnak a 100 éves évfordulója is. Mi most magánemberek itt Kecskeméten is megéreztük azt, hogy milyen az, amikor szétszakítanak minket, és nem találkozhatunk rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel. 100 évvel ezelőtt ugyanezt történt velünk, és az elszakadt területekről a vírus miatt meg különösen nem tudtunk régi rokonainkkal, ismerőseinkkel, barátainkkal találkozni, és az összetartozás évéhez, a nemzeti összetartozás évéhez szeretnénk csatlakozni programjainkkal, ezért felvettük már a kapcsolatot felvidéki, erdélyi, vajdasági, muradvidéki barátainkkal, és szeretnénk olyan modern pop-rock zenét ide hozni, amely az ő területekről, Szabadkáról, Nagyváradról, Dunaszerdahelyről érkező együttesek, de azért a néptánc is mindig hozzátartozott a Híres Héthez, tehát ide jön a Folk Kid nevezetű nemzetközi néptánc találkozó, és tárgyalunk a Színes Szőttessel is, akik már nagyon sok szép produkciót hoztak ide hozzánk augusztus 20-án. Meglátjuk, hogy az utazási lehetőségek, kedvek, azok hogyan befolyásolják ezt, zajlanak a megbeszélések. Bemutatkoznak-e a kistérségek képviselői? Hát a kistérségek képviselői azok most a saját településükön fognak. Én már nagyjából beszélgettünk erről, illetve a városvezetés is beszélgetett már a kistérségi egyesülettel, de én látom azt, hogy mindenki annyira megörült ennek az augusztus 15-i nyitási lehetőségnek, hogy a környező településeken mindenhol saját fesztiválokkal fognak szervezni, azokat a saját programokat fogják megtartani, amit tavasz óta nem tudtak eddig megtartani. Augusztus 20-án a tűzi játék helyett mivel kedveskednek majd az ide látogatóknak? Hát szintén szolidan, de méltóképpen szeretnénk megemlékezni augusztus 20-áról. Tulajdonképpen augusztus 20-a az egyedüli, igazi, örömteli ünnepünk. Ez államalapításunk ünnepe nem valamilyen vesztes csatához, forradalomhoz kapcsolódik, hanem ez a magyarság ünnepe, ahogy itt letelepedtünk, és egy egységes, kulturális és nemzeti állammá alakultunk. És ennek a méltó megünneplésére most idén nem tűzi játékkal szeretnénk készülni, inkább modernebb, de szolidabb költségvetésű lézersóval és fényfestéssel szeretnénk itt egy-egy épületet megvilágítani. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások arról, hogy milyen műszaki lehetőségek adottak erre, mert ilyet még Kecskeméten így központilag a főtéren nem csináltunk. Meglátjuk, hogy mit tudunk létrehozni. Milyen időszak áll a szervezők mögött? Hát ahogy már itt észre is vehették, egy rendkívül nehéz időszak volt mind a fellépők, mind a rendezvényszervezők körében, hiszen azért március óta bizonytalanságban élünk, nem tudtuk, hogy meddig tart ez a vírus általi korlátozások, tehát most egy feltöltődés időszaka jött most már, tehát készültünk, ötleteltünk, reménykedtünk, és most lassan jöhet majd a beteljesedés. Nagyon sok sikert kívánok Önöknek, és reméljük, hogy a programokról még a továbbiakban is be tudunk majd számolni. Igen, bízom benne. Köszönöm szépen a kívást.
A tavaszi fagyok és az asszály, valamint a májusi hirtelen esőzések miatt jelentősen kevesebb cseresznye terem idén. Az országban körülbelül 90%-os a terméskiesés, a maradékot pedig drágán kaphatjuk meg a piacon. A szakemberek szerint az idei termés mindössze 1%-a lesz alkalmas nyers fogyasztásra. Nagyon gyenge telünk volt, ami tavasszal követett egy virágzáskor egy nagy fagy. Az első két fagyot sikerült megvédenünk a gyümölcsöst, gyertyázása, illetve a növény kondíciónának maximális feltöltésével, és a harmadik alkalommal jött egy mínusz 7 fokos fagy, ami ellen már semmilyen módszert nem tudtunk alkalmazni, így sajnos elfagyott a cseresznyének a 95%-a körülbelül. A maradékot, meg a később érkező nagy esőzés, éréskor érkező nagy esőzés kirepesztette, így az étkezési cseresznyénk az 1% alatt várható. A kár az nagyon jelentős, a termelési költségnek a töredékét nem fogjuk tudni kiárulni. Mondhatnám úgy, hogy majdnem, hogy a család jól lakik az étkezési cseresznyével. Ennyi az, amit így most biztosan látunk. A kirepett cseresznyének a felvásárlása az szeszipari alapanyagként még megtörténhet, de nyilván nem képes akkora árat fizetni a szeszipar érte, mint amekkora árat étkezési minőségbe adnánk el. Normál esetben mi csak étkezési piacra állítunk elő gyümölcsöt elsősorban, ami azt jelenti, hogy egy évben a hektáronként 20-25 tonna cseresznyét tudunk előállítani ezen a ültetvényen, ami most igencsak megcsapant az időjárás kedvezőtlen hatása miatt. Sokan gondolnák, hogy ha nincsen termés, akkor mi hátradőhetünk, de sajnos nem így van, mivel hogy a jövő évi termést már mostan kell kezdenünk megvédeni, illetve a kártevők ugye nem mennek hátra, hogy akkor most nincs termés, akkor most nem károsítunk, hanem ugyanúgy védekeznünk kell ellene. Az egyetlen spórolás úgymond, amit meg tudunk tenni, hogy kevesebbet kell fizetni a szedésért, ugyebár, de ez nagyon sovány vigasz. Sajnos így pontosan nem tudom az megmondani, hogy a piacon mennyire adják. Ugye mi is drágában adjuk azt a nagyon keveset, ami ha egy-két ládával sikerül is leszedni, amennyivel többet szedünk, mint amennyit megennénk. Országos szinten úgy tudom én is, hogy nagyon sok gazda küzd ugyanezzel a problémával. Persze lehetnek olyan helyek, ahol kevésbé érintett a faggyal az ültetvény, ők egy kicsit talán szerencsésebb helyzetben vannak, de a fogyasztást nézzük, ez ugye nem elégíti ki az a mennyiség a fogyasztókat. Így értelemszerűen magával vonza a drágulást is, hogyha kevés a termék a piacon. Minden évben ugye elutri, az időjárás az eléggé befolyásolja a mi életünket, viszont az a tapasztalat, hogy a csonthéjasok egyre többször érintettek a tavaszi fagyok kapcsán, és egyre több az olyan fagy, ami ellen már nem tudunk megfelelő védekezéssel élni. Én úgy gondolom, hogy mindig a legfontosabb feladat a jövőbe tekintés, tehát nem szabad elkeseredni. Elvégre valamilyen szinten tudtuk, hogy ez kockázatokkal jár, amikor ebbe belevágtunk, viszont nagyon sok segítséget kaphatnánk állami szinten is, olyan fajta nemesítésekkel, amelyik jobban tűrik a fagyot esetleg, illetve olyan eszközöknek a kifejlesztésével, amelyek sokkal hatékonyabban tudják biztosítani a fagy elleni védekezést. Kedves nézőink, kiemelővel legközelebb holnap este várjuk Önöket. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!